városban, hol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadnagy urak, merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóság! Indítunk egy újabb hetet. Elkezdődik a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin. Június 22-e van, reggel 6 óra 32 perc, és hát hétfő. És pont olyan szép nyári nap van, mint eddig. Volt a stúdióban Mihálovics András. És Gede Balázs is itt van a stúdióban. Halló, figyelem, már videón is lehet megint. Nagyon fontos. Ha valakinek ez a perverziója, hogy minket nézzen, miközben beszélünk a mikrofonba, nosza rajta, hol is lehet a YouTube? A felállás az ami az a YouTube volt, az a most Facebookon is. Tehát igen. Ez az első megszólalásunk, hogy első pár, ez ott is látható élőben, és utána pedig igen a Twitch-en, illetve a jazzy.hu-n, vagy a millásregeli.hu-n bárhol ránk tudtok akaszkodni és látni. Aki pedig lemarad, az pedig a YouTube-on tudja visszanézni a Millás Reggeli csatornán. Úgyhogy nem lehet lemaradni rólunk, és hát természetesen lehet velünk kommunikálni, lehet nekünk üzenni is a 0630 20 10 909-es SMS, WhatsApp és Viber számra, vagy az infokukat millásregeli.hu-ra, vagy a millásregeli.hu-n éppen minket nézve, ott van egy kapcsolati űrlap, akár azon keresztül is küldhettek nekünk üzenetet. No, hát ahogy tanult kollégám nagyon helyesen megjegyezte, június 22-e van, és Paulina napja, Isten éltesse Kisztihánt a drága Paulináknak, és akkor nézzük, hogy mit köthető június 22-éhez. Galileo Galilei 1633-ban visszavonta a nézeteit arról, hogy a föld kering a nap körül, az inkvizíció azért némileg odahatott szegény Galileónak, hogy ezt tegye, nem jó szántából döntött végül így, és arra gondoltam, hogy milyen hányatott sors. Először megállapította, hogy a föld kering a nap körül, aztán visszavonta, aztán rehabilitálták, most megint nincs túl nagy keletje Galileo nézeteinek, mert a lapos földhívők. Igen, hát illetve azért szerencsére azért van keletje, de megint valahogy találtak rajta rést. Igen. Egyesek, és úgy gondolják, igen, hogy tévedésben élt szegény. Kérem szépen, 1940-ben volt a Compiègne-i fegyverszünet, amikor hát a Franciaország a második világháborúba kapitulált a német villámháború előtt. Hunziker tábornok írja alá a német csapatok előtt ezt a fegyverszünetet, aztán rá egy évre úgy döntöttek a németek, hogy ide nekünk a Szovjetuniót is 1941-ben, pont azon a napon, amikor a franciák megadták magukat, megtámadták a Szovjetuniót, ezzel megnyílt a keleti front, a következményeket ismerjük. 1988-ban röppenjünk át, akkor még nem voltunk az Európai Unió tagja, de engedélyezték a tujon tartalmú szeszek gyártását. 35 milligramot lehet kilogrammonként használni, így újra hódíthat az abszint, lehet is kérni a mai napig is egyes ital kimérésekbe ilyen abszint nevű tudatmódosító szert. Vagy kedélyjavítót, vagy kerítésszaggatót, vagy nem tudom én micsoda. Igen. Én annyira nem vagyok odaérte, bevallom őszintén. Jó, egzotikus, de... Igen, én sem. A művészvilág ugye annak idején még a betiltása előtt, igen, és általában remek alkotások születtek a hatása alatt. Nem aztán tudom, áttértek, én nem élek a vele. Igen. Kevértre. Igen, mecsekítókára. Igen.
1990-ben 44 éves fennállása után lebontották a berlini Checkpoint Charlie határellenőrző állomást. Ott nem jártam mostanában arra, de ott van valami emlékműve ennek, nem? Igen, kell, hogy legyen, és itthon meg volt egy pizzéria is annak idején. Amit igen, így néven hívtak? Igen. Igen. Na, nézzük a születésnaposainkat. Minden hallgatónknak, aki ünnepel, nagyon boldog születésnapot, vagy ha családtagjuk ünnepel, akkor neki, vagy ha ismerősük ünnepel, akkor neki, vagy ismerősük ismerőse, és a tovább, és a tovább, és a tovább. 1837. június 22-én született egy Paul Morphy nevezetű ember. Ő amerikai volt, és az első nem hivatalos sakkvilágbajnok is. Aztán a háborús regények egyik legnagyobb neve Erich Maria Remarque, német író, 1898. június 22-én született. Aki nem olvasta a műveit, az tegye meg. És akire van rá. De csak akkor, hogyha nagyon kirobban a jó kedve van, mert ha rossz kedvűen olvassuk Remarque műveit, akkor még rossz kedvűbbek leszünk. Igen, aki Kramer volt, és ugye egy trükkel megfordította a nevét. Igen. Így lett ő, Remarque. Na nézzük, Vörös Sándor magyar író, költő, drámaíró 1913-ban született ezen a napon, Cserháti Zsuzsa is, csak 1948-ban, ugye a magyar énekesnőről van szó, és Meryl Streep háromszoros Oscar-díjas és nyolcszoros Golden Globe díjas. Meryl Streepnek hány arca van, hány szerepe, igen. Nagyon kedvelem őt. Igen, 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 49-es a művésznő. Meghökkentően gagyi filmekbe is láttam az utóbbi időben, valami levitézlett roknagyit játszik a legutóbbi albumban, amiben néztem, és igen, hát igen. Vannak benne jó jelenetek, de úgy az egész film az ilyen furcsa. A miért kérdést vetette fel, mikor mentek a betűk a végén, hogy ezt most miért kellett elkövetni. Aztán megláttam ezt a születésnaposunkat, kérdezik meg Graham Greene, eddig stimmelt azt volna, hittet, mert hogy... igen, mint írót ismerem. De aztán furcsa volt a kanadai származású amerikai színészt látni, mint... Hát Oneida Indián. Bizony, aztán amikor rákattintottam, akkor ugye? Láttam... Markáns arcélét egyből felismert. Ugye, igen, akkor magyarázza, bizony, hogy a bölény kicsoda. Vergődő kicsoda, madárnak hívták a filmben, igen, a farkasokkal táncolóban, de azóta a csomó filmben, nagyon még Bruce Willis-szer is játszott, igen, igen, ilyen, igen, igen, ilyen karakterszínész. És hát olyan indián arcú, lássuk, igen, be, valószínű, hogy a származásának köszönhetően. És egyébként az elhunytak között is megemlékezhetünk egy valakiről, kérlek szépen, ugyanis ezen a napon lőtték le John Dillingert, kérlek szépen az egyik leghírhettebb amerikai bankrablót, aki állítólag a bankrablás sorozatai alatt több mint 10 embert ölt meg, és 1934-ben letartóztatták, és márciusban megszökött az Indiana Crown Point börtönből, de nem a szökés közben lőtték le, hanem egy több hónapot ki tudott húzni. Kaptak egy fülest a rendőrök, igen, én úgy, igen, emlékszem, és van, akkor... A vörös ruhás nő, ugye, mindig ilyen nevük van valahogy, ugye, a suttogó, meg a mélytorok, meg a vörös ruhás nő, és igen, kaptak egy füles, mert elkezdte már az arcplasztikát, sőt, azt talán be is fejezte, az arcát is átváltoztatta, tehát már elég nehéz lett volna, meg próbálkozott ezzel a savas trükkel, ugye, igen, hogy az új lenyomatát is valahogy lekoptassa, de feldobták, igen, és lelőtték. Állítólag, amikor meghalt, körbeállták, és többen tunkoltak a véréből a zsebkendővel, hogy legyen valamilyen relikviájuk Dillingerről, mert valahol ilyen népi hős lett egy kicsit, mert ugye a nagy világválság idején fosztogatta a bankokat, és azokat a bankokat, akiket ugye felelősítettek, azért, hogy kialakult ez az az irdatlan helyzet, ahol rengetegen veszítették el a munkájukat, és kényszerültek nagyon rossz körülmények közé. Na hát, ugye John Dillingert is ezen, igen, a napon, és ha már le szóba hoztad az elhunytakat, tegnap elhunyt Bálint gazda, hát Bálint, igen, György, kertészmérnök. Én az Ablak című műsorban, igen, egész fiatalon, amikor az ember nem igazán érdeklődik, de hogy a lekötött, paprikák. Ez egészen hihetetlenül. Volt alkalmam vele többször is beszélgetni, mindig kicsit ilyen szőnyek szélére éreztem magam, mert akkora tudása volt, hogy így elsöpört az én szerény ismeretanyagomat. És, de azt nem tudtam róla, amit a minap olvastam, kérlek szépen, valamelyik nekrológiában, hogy a cukkini termesztés magyarországi meghonosító. Tényleg? Bizonyám. Hát akkor ráadásul, igen, ráadásul különösen nagy tiszteletet kell, hogy érezzünk iránt. Igen, nagyon szép kort megért, szerencsére.
Bálint Gyuri bácsi, 101 évesen. Igen. Távozott közülünk, úgyhogy nagy tisztelettel emlékezünk. És nagyon aktívan. Tehát még könyvet írt, kertészkedett, tanácsot adott. Síelni járt. Igen. 90 fölött még bőven kerékpározott. De azt hiszem 10 évvel ezelőtt volt az a baleset, amikor elsodort egy autó. 92 évesen, amikor az ember, más ember ripityára törik, ugye, mert már a csontozata olyan. Igen, igen, igen. Abból is felépült, és hát most ez a szép magas kort megélte, és így távozott tőlünk, közülünk. Nos, hát akkor zenélhetünk egyet. Még esetleg az üzenőfalunk elérhetőségét még egyszer 0-30-20-10-9-09. Már kaptunk egy halpörkölt, vagy halbelsőség pörkölt fényképet. Egész jól néz ki. Tomika megcsinálta és letesztelte? Aha. Idézem. Szevasztok, íme Tomika halbelsőség pörköltje kapros túrós csúszával, vajjal készült zöldhagymával, kevés bazsalikon, kakufű és babérlevél a kertből, eszméletlen jó lett, kösz Endrének a receptet. Hát átmegyünk ilyen, ilyen nagyon szolgáltató jó, nem hagyta élni, ugye nem, ez egy morgásból eredt ez az egész, mert egy ilyen büdös szállítmányt sikerült Endrének szereznie. És Tomika folyamatosan faggatta, hogy de mégis miért vette, mi készült volna belőle, mi lett volna belőle, amíg ugye a Zenopiku rovatunkban, ami visszahallgatható a millásregeli.hu-n, Endre megosztotta nagy érdeművel ezt a bizonyos halbelsőség pörkölt receptet. A hallgató, egy másik hallgató, Nina pedig még pénteken küldött egy képet a nyilatkozatos nyakláncról. Ez biztos valami fordítási hiba. De hát nyilván a hölgyeknek ezt kell felvenni, hogyha nyilatkoznak a sajtóban. Lehet, hogy valami mikrofon van benne, vagy elképzelhető. Nem tudom, így írják, nyilatkozatos nyaklánc. Egy elég erős dekoltázson, egy elég erős nyakba való van, úgyhogy azt kell hordani, hogy ha a dekoltázs nem, akkor biztos, hogy a nyaklánc vonja el a valami interjú készítő figyelmét, igen, és akkor nem kapunk nehéz kérdéseket, vagy nem tudom, mi lehet a filozófia, nyilatkozatos nyaklánc. Ez lehet például egyfajta funkciója. Na, zenéljünk, és utána folytatjuk.